Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECG tesztek. A mai videóban, folytatva az előző videó témáját, a kezdőknek kívánunk segítséget nyújtani. Most a Bud Ego 650-es dupla szettel fogunk megismerkedni. Nézzük meg közelebbről. Tesztpéldányunk az Oxygen webshoptól kaptuk. Nézzük meg közelebbről, hogy mit tartalmaz ez a doboz. Először is láthatjuk, hogy azért ez egy impozáns méretű doboz, tényleg még a karácsonyfa alá is nagyon jó ajándék lehet. Belülről pedig ezzel a csinos kis szalaggal tudjuk kihúzni a doboz belsejét. Ez a készlet található. Mit tartalmaz? Egy fali töltőt USB ajzattal. A hozzávaló USB csatlakozó másik végén a töltővel. Található a töltést elősegítő kis pici szilikon töltőcsőr, és található kettő darab töltetlen tankpatron. Ez az, egészen pontosan ez a tankpatron, ebbe fogjuk majd a folyadékunkat tölteni, és kettő darab szabályozatlan EGO akkumulátor 650 mAh-val, és itt egy nyomógombbal, EGO csatlakozással. Erre majd külön kitérünk. Nézzük, hogy kell üzembe helyezni. Készlet tartalma, ugye a töltő és az USB töltő, ez azt jelenti, hogy ezt akár számítógépen is tudjuk tölteni, ha úgy tartja kedvünk, de azt javaslom, hogy az a legegyszerűbb, hogyha így összedugjuk, és egy fali csatlakozóba bedugjuk. Ha ezt bedugtuk, akkor első használatba vétel előtt fogjuk ezt a kis akkumulátort, és miután ezt csatlakoztattuk a fali ajzathoz, ezt az akkumulátort egyszerűen ide belecsavarjuk. Ha ezt belecsavartuk, akkor ez a kis LED, mivel nincs feltöltve az akkumulátor, pirosan fog világítani. Hagyjuk így a töltőt a fali ajzaton 8 órán keresztül minimum, vagy amíg ez a zöld, vagy ez a LED zöldre nem vált. Hogyha átváltott zöldre, első feltöltésről beszélünk csak, akkor ezt szépen vegyük le, és az időközben feltöltött kazánt, amit mindjárt megnézzünk, hogy kell feltölteni, tekerjük rá, és 20 percen keresztül használjuk, majd miután ez a 20 perc letelt, tekerjük le, és tegyük vissza a töltőre ismét egy órára. Ha ezzel kész vagyunk, akkor használhatjuk a cigarettánkat. Nézzük meg, hogy kell megtölteni. Ezt félre is teszem addig. Első, tekerjük le róla ezt a védőkupakot, és a szipkát, amit mi drip tipnek hívunk, ezt húzzuk le, és itt találunk egy pici kis szilikon sapkát, ezt húzzuk ki belőle. Ebbe a kis pici nyílásba kell beletöltenünk a folyadékot, mindjárt magamhoz is veszem. Én most nem használom a töltőcsört, mert olyan folyadékot teszek bele, aminek ilyen pici kis csőre van. Ebbe a kis lukba belehelyezem, és
elkezdem belecsorgatni. Szépen látszik, ahogy csurok bele. Ebből körülbelül 1 milliliter megy bele. Én most nem töltök annyit bele, csak megmutatom, hogy így kell megtölteni. Miután ezzel megvagyunk, visszahelyezzük ezt a pici kis szilikondugót. Így. És félretesszük egy picit, hogy az üvegszál, ami alul rávezeti a fűtőszálra nekünk a folyadékot, az meg tudja magát szívni és ne égjen meg. Addig megnézzük a kupak másik részét, ami azt hivatott nekünk szolgálni, hogy egy, itt ezen a betekintő ablakon, most látszik, ezen a betekintő ablakon folyamatosan nyomon tudjuk követni a folyadékunk fogyását, illetve ennek a lezáró kupaknak a segítségével tudjuk védeni a drippünket, és így nem kell attól félnünk, hogy elpiszkolódott drippet veszünk a szánkba a zsebünkből. Nos, nézzük akkor, hogy hogy kell összeszerelni. Megszívta magát az üvegszál folyadékkal. Ezt ide rátekerjük a menetes részre. Meghúzzuk. Ráhelyezzük ide a drip tippet. Egyet kattant. És látjuk, hogy egy kék LED jelzi, hogyha izzít. Ha nem izzít, az azért van, mert ezek az akkumulátorok egy zsebzár funkcióval rendelkeznek, ami azt hivatott meggátolni, hogy esetleg a zsebünkben tartva nehogy megnyomjuk véletlenül a gombot és megégessük a kazánunkat. A zsebzár funkció ki- és bekapcsolása pedig ennek a gomnak az egymás után ötször történő gyors megnyomásával eszközölhető. Ez az. Villog, és így most már hiába nyomom, nem világít. Megint ötször megnyomom, és bekapcsol. Három felvillanás jelezte, és működik. Itt tudjuk a kupakot ráhelyezni. Ezzel a lendülettel akár zsebbe, mint egy kis toll, akár táskába be tudjuk dobni, nem kell attól félnünk, hogy elpiszkolódik a drip. Ha szívni szeretnénk, akkor csak letekerjük, és megnézzük, milyen füstöt ad. Egyáltalán működik-e? Van bizony füstje. Fincsi, nézzük meg élesben. Az előbb tehát beüzemeltük és megtöltöttünk a patront. Most nézzük meg, hogy milyen füstet fogunk eregetni vele. Amint az előbb is mutattam, ezt a kupakot letekerjük, zsebre tesszük. Megnézzük, hogy a zsebzár funkció ki van-e kapcsolva, ki van kapcsolva. Nézzük meg a füstjét. Ha valaki az elején rögtön nem lát ekkora füstöt, vagy nem érzi olyan intenzíven az ízeket, nem kell megijedni. Az üvegszál egy kicsit be kell, hogy törjön. Az ízek meg fognak jönni egy olyan, azt mondom, hogy egy fél milliliter, egy ilyen tank, mondjuk egy milli, ez ha elfogy és újra rátöltünk, akkor már biztos, hogy megjönnek az ízek és a füst. A füst az már egy pár slurp után gazdagabb lesz. Ha
Ami nem esett még, vagy nem lett megemlítve a videóban, az inkább mutatom a másikat. Ez a kis 650-es Ego. Hogy kinek ajánlom én ezt a méretet. Az előző videóban szó esett róla, hogy az a 190 mAh az nagyon behatárolja az ember lehetőségeit, és leginkább mindig arra kell figyelnie, hogy legyen nála egy csereaksi. Ez egy 650 mAh akkumulátor. Ezzel már egy közepes igényű ex-dohányos is szerintem ki tud húzni egy egész napot. Ez azt jelenti, hogy ilyen 10-20-25 szált, aki elpöfékelt a normál cigarettából, az ezzel az akkumulátorral bátran nekikezdhet az e-cigarettás karrierjének, nem lesz vele gondja. A Patron, ez a kis Patron, a gyártó elmondása szerint körülbelül 20 000 slukra van kalibrálva, vagy addig látja el maradéktalanul a funkcióját, utána elfárad a kazántér, lerakódik a koksz a fűtőszára, úgyhogy azt mondom, hogy hát 20 000 sluk, most kezdjen az ember számogatni, hogy mennyi, de azt mondom olyan 3-4 hét használat után, de mindig ez attól függ, hogy az ember mennyit szív. Ha sokat szívja az ember, mert ízlik neki, nyilván rövidebb idő alatt el fog használódni. A tapasztalat úgy is megjön, hogy mikor érzi az ember úgy, hogy elmúltak az ízek, vagy nem ad annyi füstöt, akkor általában érdemes kazánt cserélni. Arra nagyon fontos figyelni ugye a használat közben, hogy itt van ez a kis betekintő ablak, és néha azért pillancsunk rá, hogy megfelelő mennyiségű folyadékunk van-e benne, mert nem jó az, hogyha kifogy a kazánunk, és kifogy a likvidünk, és megég az üvegszál. Ha mégis megtörténik a baj, és nem figyelünk oda, mert mindenkivel előfordul, hogy a pöfékelés helyében elfeledkezik arról, hogy rápillancson, vagy későn vesz észre, hogy megégette. Meg lehet próbálni, hogy rátöltünk egy picit, hogyha az sem segít, akkor nincs más teendőnk, ezt a kis Patront kicseréljük egy újra, és folytatjuk a pöfékelést. Az előbb bemutatott módon megtöltjük. És eregetjük ezt a szép füstöt. Füstöt, ugye? Gőzt. Kinek lehet tehát ideális választás? Ez a BUD. Annak lehet ideális választás, aki már említettem, ezt a közepes mennyiségű cigaretta mennyiséget szívta el hagyományos cigarettából 15-20 szál, tehát körülbelül napi egy dobozzal kalkulálunk, illetve kerüli a feltűnést. Ez teljesen szépen megoldották, egy kis lezáró kupak, ha ezt betűrjük, vagy betűzzük az inkzsebünkbe, úgy néz ki, mintha egy tollkupakja lenne, nem feltűnő, a méretéből adódóan nem fognak minket megbámulni, viszont van már akkor a akkumulátor kapacitásunk, hogy azért ezzel ezt a tankot teljes biztonsággal végig tudjuk szívni, sőt még többet is. Erről is mondok pár szót pro és kontra azoknak, akik most ismerkednek, akik pedig nem, azok úgy is tudják, mi a dörgés. Haladjunk, pro. Azt nem mondom el proként, hogy megbízható és egómenettel rendelkezik. Ez egy szabvány, 650-es, ez talán a paletta legkisebb darabja. Ez akár negatív is lehet, de mindenki majd rá fog jönni, hogyha ez pici,
neki, akkor kicseréli egy nagyobbra, ebből többféle teljesítmény fokozatú létezik, 1300 mAh-ig akár, vagy éppen szabályozott belépőszínnek, teljesen jó. A kazán, a töltése nagyon egyszerű, tehát csak ezt a kis pici szilikondugót kell megfogni, és ott betölteni, akár egy csőrös flaskával, vagy a melléket betöltő cső segítségével. Az összeszerelése nagyon egyszerű. Pozitívum számomra, hogy a betekintő ablakon mindig nyomon tudjuk követni a folyadékunk fogyását. A lezáró kupak szintén pozitívum. Úgyhogy én kezdőknek én ezt az ajánlott kategóriába pozícionálnám be. Jó az íz visszaadása is egyébként ennek a kis kazánnak. Amire akkor szeretném fölhívni a figyelmet, mert sokan esnek a eladók szerint ebbe a hibába. Első és legfontosabb hiba. Megveszik a készüléket, és megtöltik. Csak hogy. Nem a patron töltik meg. Ezt. Le is teszem a másikat. Ezt kell megtölteni. Itt kell megtölteni. Fogják a likvidet. Jó munkás emberhez híven fogják az aksit, rácsöpögtetik az akku érintkezőre. Rátekerik a kazánt, patront, elkezdik szívni, és szörcsög. Pici füstje van, szörcsög. Utána már füstje sincs. Mi van? Kérem szépen. Nem a csatlakozót kell megtölteni. Ez az, amitől édesanyáink óva intenek minket. Csatlakozóba folyadékot, likvidet, semmit nem öntünk. Ennek mindig száraznak kell lenni, mint a puskapornak, meg az alsó nadrágnak. Kész. Vita nincs. Másik. Megkapja a kezdőkészletet, megnézi a videót, de csak odáig, hogy megtöltjük ezt, rárakjuk, egy picit várjuk, hogy igyon, ezt rátekeri, szép is legyen, ne csak a funkcióját lássa, megnyomja és szívja. Mi az Isten van? Nincs füstje. A rohadt életbe. Haló! Figyelj már, Pisti vagyok. Én vettem tőled azt a badot, tudod, emlékszel, aminek az az egós aksia van. Figyelj már, megvettem, zsír új, föl van töltve, azt szívom, azt nem jön semmi. Micsoda? Milyen zsebzár? Nincs nálam kulcs. Ha? Milyen? Ötször? Azt minek nyomjam én meg ötször? Egy, kettő, három, négy, öt. Has villog. Várjál. Aha. Jaj, jó, én voltam a hülye. Ne haragudj. Hello, szia, köszi, szia. Na, hát ez van. Ez a gomb nem csak arra szolgál, hogy izzítsunk vele, hanem védi a kazánunkat, meg az akkumulátorunkat is a fölösleges lemerüléstől. 1, 2, 3, 4, 5 darab lenyomással zsebzár. Tehát hiába nyomjuk, nem izzít. Nagyon jó, hogyha zsebben tartjuk, és nem akarjuk, hogy elégjen a kazán, az aksink lemerüljön. 5-ször megnyomjuk. Föloldottuk.
És utána eregetjük a fincsi füstöt. Már megint füstöt mondtam, de csak azért, hogy szokjátok a törődést, mert ez nem füst, hanem pára. Azt hiszem, hogy minden sarkalatos pontot érintettünk, még lökjünk is van, tehát megnyugodhatunk. Szépen rátekerjük a kupakot, eltesszük a ink zsebünkbe, ha van, de én nekem nincs. És utána már más dolgunk sincs, csak tölteni a kazánt és eregetni a gőzt. Ahogy az előbb is említettem, ez nálam tetszetős darab, nem feltűnő, diszkrét, és mind a mellett rendelkezik ez is a Villanypára Egyesület ajánlásával, úgyhogy aki az áttérésen gondolkozik, és egy picit többet szív, mint a kocadohányosok, tehát egy doboz cigarettát szívott eddig, annak ez nagyon jó választás lehet. Látogassátok el a fent látható webshopnak a linkjét, rendeljétek meg bátran, és a gőz legyen veletek. Na meg ez a videó, amihez mindig vissza tudtok térni, ha valami kérdésetek van. Sziasztok!